Sziasztok, üdv mindenkinek ebben az újabb videóban. Az élet keresztül húzta az embernek a számításait, és mára valami más terveztem, mint ami végül is lesz belőle. Címből most már sejthetitek. Olyan is kaptam a magyar közútkezelő? Mindegy, Szombathely. Mindenki tudja, mit jelent ez. Na hát onnan jött egy levél, egészen pontosan nem is tőlük, de az ő kirendeltségüktől, ugyanis keresztül hágtam egy szabályt, és Martisza nélkül hajtottam az egyik autópályán, és ennek apropóján úgy gondoltam, hogy mivel már van tapasztalat azzal kapcsolatban, hogy itt mennyibe kerül itt Németországba egy gyorshajtás, ezért úgy gondoltam, hogy a mai videóban összeszedem ezeket, úgyhogy ez következik. So kezdjük azzal, hogy nagyjából nekem, nem is nagyjából, hanem pontosan 11 éve van a jogosítványom, és nem vagyok az a fajta, aki össze-vissza szabálytalankodik, és egyre másra szedi össze a bírságokat. Magyarországon mindösszesen egyetlen egy bírságot kaptam, egy tilosban parkolásért. Hát ott azt benéztem, hát mindenki tilosba parkolt, ott volt, kim volt a tábla, megállni és várakozni tilos. Bementünk valamit elintézni, mire kijöttünk, az összes autón ott volt a sárga piros Mikulás csomag. És mindjárt mondom tovább, csak forduljál már ki a p***ába. Szóval kezdjük azzal, hogy én nem vagyok az a fajta ilyen szabálytalankodós típus. Magyarországon mindösszesen egyszer kaptam Mikulás csomagot, az egy tilosban parkolásért volt. Én hibám volt, de egyébként a többi 20 autó is abban az utcában, ugyanúgy a megállni és várakozni tilos tábla mellett, illetve alatt, vagy az hatája alatt parkolt. Úgy gondoltam, hogy ha mindenki ott parkol, akkor én is. Mi baj lehet belőle? Elintéztük a dolgunkat, jövünk ki, az összes autón ott volt a Mikulás csekk, úgyhogy igen, ez az én problémám volt. Viszont ezen kívül nem kaptam semmit, és ahhoz, hogy megkapjam életem első gyorshajtás bírságát, ahhoz ki kellett jönni Németországba, és hát itt megtapasztalta az ember, hogy milyen az, milyen a német árak, milyenek a német hatóságok, német rendőrök. Persze olyan sok tapasztalat nincs ez ügyben, szerencsére, de hát azért, hogy kiszedtek a zsebünkből pár száz eurót. Viszont ugye ezt csak azért mondom, mert most a magyar bírságra visszatérve, ugye az autópályán hajtottunk x kilométert matica nélkül, ez az én hülyeségem volt, ezt bevallom, nem kellett volna. Én benéztem. Az első lehajtónál le akartam menni, de benéztem, és nem mentem le az első lehajtónál, csak a másodiknál. Ott meg már bemért a kamera, és így megkaptuk a bírságunkat, amit még nem mondok el, mennyibe került, mert előtte elmondom a német bírságokat, hogy miért mennyit kaptunk, és utána pedig elmondom a magyart, hogy ez mennyit ért, és akkor mindenki elmondhatja, vagy összehasonlíthatja, hogy melyik országban hogyan működik a bírságolási rendszer, vagy mennyire igazságos, inkább fogalmazunk így.
Szóval a legelső gyorshajtási bírságot azt akkor kaptam, amikor még bejártam a céghez dolgozni. Tehát nem itt laktunk, ahol most lakunk ebben a városban, hanem egy másik városban laktam, és minden nap ingáztam 45 kilométert, hogy be tudjak járni, és nem ismertem azokat a helyeket, ahol valamint a rendőrök be szoktak állni, mert hogy igen, itt is szoktak mérni autóból, nem csak fixen telepített trafi van, hanem itt is szoktak mérni. Ezt akkor nem gondoltam volna. Mindegy, most már tudom. Szóval képzeljétek el egy olyan helyet, egy útkereszteződést, ahol 70-es tábla van, mivel egy útkereszteződés van, viszont emelkedő az egész. És ennek úgy indulsz neki, hogy lejtőn jössz lefele, aztán jön az emelkedő, és ott van a 70-es tábla. Tehát tulajdonképpen az emelkedőnél kellene lelassítani, ahhoz, hogy be tudja tartani a szabályokat. Viszont így meg elveszel azt a lendületet, amit a lejtővel kaptál. Úgyhogy én ilyen esetekben nem szoktam őszintén szóval betartani ezeket a korlátozásokat, mert nekem a gazdaságosabb vezetés, vagy az észszerű vezetés a sokkal fontosabb, mint a ilyen esetben a szabály betartása. Szeretek lendületből menni, mondjuk így. Na, egyébként maga a kereszteződés tökéletesen belátható, tehát mindegyik oldal, tehát a balra és a jobbra menő forgalom is, hogyha van egyébként elég gyér, az is tökéletesen belátható, és tehát nem is értem, hogy mi a szarraért van ott kéne a 70-es tábla, amit egyébként utána fel is old a feloldó táblája. Na mindegy, megyek rajta szokásos tempommal, hát valahogy olyan 110 körül mentem a 70-es táblánál. Aztán kicsikét följebb észrevettem, hogy ilyen fasor van a bal oldalon, az út mellett, és a fasor végén van egy ilyen kis bekötő földút, ott állt egy autó, és ott volt kint egy trafipax, és bemértek, és már intettek is le, hogy megmondtam, már akkor tudtam, mondom, biztos, hogy gyorshajtás lesz. Megálltam, jó napot kívántak, majd elmondták, hogy hát a 70-es tábla alatt én 110 akár ennyivel mentem, megmutatták a gépbe a mért értéket, hogy ez sikerült. Majd odahoztak egy ilyen táblázatot, hogy ennél a sebességnél az ekkora gyorshajtás ennyi euró bírságot jelent. Mutatták így nekem. Hát mondtam, hogy jó. Megkérdezték, hogy itt a helyszínen kívánom-e kifizetni. Mondtam, hogy sajnos nekem nincs nálam pénztárca, munkában nem hordok magammal pénztárcát. Azt mondja, hogy hát úgy drágább leszám, hogyha kiküldjük. Mondom, nem tudok mit csinálni. Küldjék ki, nincs nálam pénz. Jó. Adja meg a címet. Megadtam a címemet, és nem sokkal később a bírság kijött. Nagyjából 100 euró volt ez a... Tehát ez a nagyjából 30 ezer forint környékén volt ez a bírság, amiből, hogyha ott helyszínen fizetem ki az egészet, akkor nagyjából olyan 70 euró környéke lett volna. Aztán a következő alkalom, az nem sokkal rá történt. Ugyanis ugyancsak egy ilyen hazafelé vezető úton, ott nem volt civil autó, ott szerintem valóban elrejtették a mérőberendezést, mert nem vettem észre. Egy nagyon picike kis települést képzeljetek el, de tényleg, tehát ilyen fél perc se kell hozzá, hogy áthajtsatok rajta, és úgy kezdődik, úgy érsz be, hogy ilyen bazi hosszú lejtő alján van az egész. Nyilvánvalóan az 50-et nem tartottam be, hanem hát 60 valamennyi volt, mivel mint utólag kiderült, 63-64-jel mentem körülbelül. És megkaptuk a bírságot, akkor már tudtuk, hogy olyan 30-40 euró, most nem emlékszem pontosan, de bevágok egy képet róla, hogyha otthon még megtalálom ezt a cetlit, amit, vagy ezt a levelet, amit küldtek nekünk. Rajta van az arcom, egy nagyon tökéletes profilfotót sikerült rólam lőni, és 30-40 euró, ez a 11 néhány kilométer per órás
túllépés. A feleségem is futott be egy ilyenre. A városban, ahol lakunk, van egy iskola. Sokáig ott nem volt semmifajta sebességkorlátozás, de egy idő után bevezettek ott egy 30-as táblát, vagy bevezettek egy 30-as korlátozást, ahol is reggel 7 és délután 4 óra között 30-al kell menni. Ezt a legtöbben nem tartják be egyébként, legalábbis az elején nem nagyon tartották be, én sem szoktam betartani, de aztán a feleségem kapott egy bírságot, az is kb. 30 euró környéke volt, és 40 valamennyivel, 45-46-tal sikerült hajtani a 30-as tábla hatája mellett, ugyanis túlépte a sebességet, és tudtuk, hogy hát akkor ott valahol elrejtettek, ott is vagy civil autóból, ott a parkolóban, ott egy parkoló van mellette, vagy onnan mértek, vagy pedig ott állt egy autó, de nem figyelte. És akkor ugye a videónak a végére jöjjön maga a magyar bírság. Hát, hogyha fölhajtasz az autópályára matrica nélkül, akkor várhat téged egy 35 ezer forintos bírság, vagy 36 ezer forint. Ezt is bevágom a videóba. És nem kell attól tartanod, hogy át német rendszámra vagy külföldi rendszámra nem fogják kiküldeni, de ki fogják küldeni. Nem Magyarországból érkezett a levél, hanem Ungarische Autobahn Inkasso GmbH. Tehát létrehoztak egy magyar céget itt Németországban, aki eljár a magyar szabálysértések ügyében, és egyszerűen csak lekérdezik az adatbázisból, és meg rögtön meg is kapja az ember a megérdemelt bírságát. Most nagy azt ígyétek, hogy ezt most vitatom, hogy a szemetek megszivattak engem. Nem. Most egyértelmű, hogy ha úgy hajtottam rajta, akkor megérdemlem. Itt csak mondom, hogy 35 ezer forint. 100. A nagy szart 35 ezer, várjál. 120 euró. Ez több mint 35 ezer forint. És a levél készhez vételétől számított, hát nem is tudom mennyi idő van rajta, 2 hét? Hogyha nem fizetett be, akkor duplázódik. Akkor 240 euró van. Ez csak úgy mellékesen oda van tüntetve, vagy fel van tüntetve. Van rajta 3 darab kép. Hát, mi hogy éjjel volt, vagy sötét volt, sokat nem lehet felőle felfedezni. A rendszámot egy nagyon halvány egy mikroszkóppal föl tudom fedezni, hogy igen, ez az a rendszám, viszont a másik kettő képet full sötét, semmi. Az, hogy vezető ki volt, vagy mit tudom én, azt felejtsétek el. És akkor így alapítsad meg. De hát nyilvánvalóan tudom, hogy abban az időpontban, ezen az autópályán igen, én voltam, tehát nincs ezzel semmi probléma, inkább csak mondom. Szóval összevetve, nem szeretem ezt, amikor a németet hasonlítják a magyarhoz, és azt ócsárolják, hogy mennyire szar az, ami otthon van. Viszont gondoljunk már bele abba, hogy itt a négyszeres átlag fizetés különbség van a magyarhoz képest, és mégiscsak a bírságok azok valahogy sokkal emberi módon vannak rendezve. Tehát nem úgy van, hogy 100 eurótól indul a bírság, még a legkisebb szabálysértés is már 100 euró bírságot kapsz, tehát 30 ezer forintot, ugye, mint otthon. Nem, tehát azért be van lőve ahhoz képest, hogy a szabálysértés mennyire súlyos. Értitek? Tehát ezt én egy sokkal emberibb rendszernek gondolom, és valószínűleg tartom, hogy azért máshogy kezelik ezeket a dolgokat, látva az utak állapotát, mint Magyarországon. Úgyhogy ennyi lett volna ez a rövid videó. Köszönöm mindenkinek, aki megnézte, legközelebb találkozunk, sziasztok!